Sziasztok! Ez itt a TTQ Workshop, és én Daszkó vagyok. A mai napon megmutatom nektek, hogy egy sima, egyszerű fekete bészt hogy lehet a legegyszerűbb módon már játszhatóvá varázsolni. Nem kell nagyon bonyolult dologra gondolni, egy alapszintű bézelést fogok nektek megmutatni. Amire szükség van, az bármilyen fehér faragasztó vagy PVA ragasztó, valami, amivel föl tudjátok vinni, jelen esetben én egy ilyen ecsetet használok, illetve bármilyen homok. Én hétköznapi akvarisztikai homokot használok, ami 5-10 kilós kiszerelésbe kapható, bármelyik kis állatkereskedésben a halakkal is foglalkoznak. Hogy is történik ez? Fogjuk a fehér ragasztónkat, kinyitjuk, előkészítjük. Kinyitjuk a homokot is. Én ugye ilyen befőttes üvegbe tartom, mert ebbe sokkal kényelmesebb, mint a nagy vödörbe. Szoktam segédeszköznek egy ilyen pultot használni. Ez lehet kicsi nagy, az a lényeg, hogy hajtsd fel a széleit hasonló módon, ne tudjon kijutni belőle a homok, és ezen fogsz dolgozni. Vegyünk az ecsetre a ragasztóból, és kenjük szét a béznek a felületén. Nem kell vastagon bekenni, de azért legyen mindenhol rajta. Úgyis kettő rétegbe kell ezt az egészet fölvinni, hogy rendes vastagsága legyen a homoknak. Próbáljunk tisztán dolgozni. Ha mellé ment, azt letöröljük kézzel, és egy papír zsebkendőbe letöröljük a kezünket. Ha ezzel megvagyunk, megfogjuk a homokot, és ezért kell ez a papír. Szépen leszórjuk, lenyomkodjuk, és megvárjuk, míg megköt. Letelt a 20-25 perc, megkötött a ragasztó, leszórjuk a felesleget, fölhúzunk rá még egy réteget. Ezt, hogyha úgy csinálod, hogy nem mindenhova kensz, hanem kihagysz részeket, vagy valahova egy kicsit vastagabban kened a ragasztót, akkor elérhetsz vele egy sokkal jobban textúrált felületet, egy sokkal egyenetlenebb felületet. Ez így meg is van. Megint fogjuk a homokot, megszórjuk, lenyomkodjuk, és megvárjuk, míg megköt. Letelt a közel fél óra, megszáradt a ragasztó, ráadásul én már egy kicsit előre is dolgoztam, és lealapoztam Vallejo Surface Primerrel, fehérrel. Azért fontos, hogy fehérrel alapozzunk, mert az a technika, amit választani fogok a barna szín felvitelére, az kívánja a fehér színt. Lehet feketére is alapozni, akkor javaslom, ugye, ha ezt a technikát akarjátok használni, hogy egy fehér alapot egy bármilyen fehér festékkel vigyetek föl, hogy ugyanezt meg tudjátok csinálni. Azt ne felejtsük el, hogy ugye ragasztósa az ecsetünk, ezt bő vízbe, bő szappanos meleg vízbe illik elöblíteni. Három festéket fogunk használni. Az egyik az egy világos barna, ez a Mud Brown, a Vallejo Aircolornak a Mud Brownja, 71037-es névre hallgat, ez lesz az alapszínünk. Azt fogjuk utána bemosni a Citadelnek a Seraphim CPI-jával, és ha az megszáradt, utána dry brush-olással desert yellow-t fogunk fölvinni a tetejére a textúrának. Szokásosan a wet palette-re kinyomjuk a barna színt, előveszünk egy olyan ecsetet, amit bézelésre szoktam én használni, egy szélesebb, igazából no-name ecsetet. A lényeg az, hogy egyszerre sokat lehessen vele teríteni, és elkezdjük fölvinni a festéket. Viszonylag hígabb festék, ezt azért választottam, mert ez befolyik szépen a homoknak a repedései rései közé, és nem marad a felszínén, tehát alul a belső részeket is gyönyörű szépen be lehet ebből a híg festékkel festeni. Mivel ennyire nedves, és a homok amúgy is, hogyha megvan kötve ezzel a ragasztó felülettel, nehezen szívja be a nedvességet, ezért ez egy kicsit hosszabb idő, míg megszárad a szokásos pár percén, ami a figurán szokott lenni. Hajszárítóval tudtok segíteni a dolgon, amit én most meg is teszek. A sok hajszárítózásnak köszönhetően meg is száradt a Matt Brown. Közben felraktam egy figura festő tégelyre a magát a bészt is, mert itt sokkal könnyebb kezelni.
következő lépésnek. Serafim széfia. Kimossuk az ecsetet, ha nem tettük volna meg, lehúzzuk a felesleget róla, és jó alaposan eláztatjuk az egész bészt. Ne sajnáljuk sehonnan, azért ne tocsogjon benne, és most értjük meg, hogy mire is jó a fehér alap. A fehér alapra a világos barna egy nagyon szép világos színt fog kapni, és a Serafim széfiával együtt nagyon jó kontrasztos talajt fog nekünk képezni. Következő lépésben jön a dry brush-olás. Választunk mindig egy jóval világosabb színt, mint az alapszín. Jelen esetben én a Desert Yellow-t fogom a régi Citadel palettáról. Tényleg egy nagyon alap, világosabb felületet fog adni nekünk. Amennyiben túl erősnek találjátok ezt a kontrasztot, visszamehettek a vassal egy kicsit tompítani ezen az egészen, ugye ez megint csak el fog venni az éléből ennek a festéknek. Én szerintem meg vagyok vele elégedve. Megvárjuk, míg ez megszárad. Ebből több réteget is felvihettek, illetve több fajta világossal is rámehettek, attól függ, hogy mennyi időt szántok a bézre. Úgyhogy nyugodt szívvel játszatok, próbáljátok ki, hogy mit szeretnétek. Ami viszont nagyon-nagyon fontos. Én úgy szoktam csinálni, hogy az oldalát azt nem színre festem a béznek, tehát nem erre az alapszínre, hanem mindig feketére hagyom. Sokkal kontrasztosabb lesz a talaj és a béz közötti eltérés, nem olvad egybe a játékasztalon a figura, sokkal jobban kiemeli a figurát az asztalról. Így szépen egyenletesen egy hígabb festékkel körbefestjük a peremet. Ha netán azt szeretnétek, hogy ez ne fekete legyen, hanem mondjuk piros, akkor azt is nyugodt szívvel megtehetitek, rajtatok múlik, én azt tanácsolom, hogy teljesen elütő szín legyen a figura alapszínéhez képest. És az egész seregbe ugye egységes legyen, tehát hogyha az első figurát ilyen bézzel csináltátok meg, akkor a maradék 30-40-50-100 figurát is illik ilyen bézzel rakni, illetve ha ezt nem szeretnétek követni, legalább osztagonként egyezzenek meg, mert úgy lesz teljesen egységes. Amivel esetleg még föl lehet dobni, az egy kis műfű Statigress, többfajta verziója van, nekem most ez volt a polcom, baromi egyszerű használni, kell egy csipesz, kell némi pillanatragasztó, vagy fehér ragasztó. A fehér ragasztóban ugye az a jó, hogy átlátszóra szárad, míg a pillanatragasztó alapból is ugye átlátszó. Kinyomunk egy kicsit, felveszünk a csipeszünkkel egy adagot, odaszórjuk, keresünk egy másik helyet, ahol elfér még, ezzel kicsit megtörjük az egyhangúságát a teljesen barna béznek, kiveszünk egy adagot szintén, megszórjuk vele, felesleget lekocogtatjuk. Ugye a statigrászban az a jó, hogy mivel statikussággal van föltöltve, ezért felállnak a szálak, amikor belerakod őket a ragasztóba. Én szerintem még rakok egy pöttyöt ide. Tehát nem marad laposan, mint a sima flock, hanem mint az igazi fű, felfelé fog állni egy kicsit. Kész is van a bézünk. Ha tetszett a videó, akkor jelentkezzetek fel bátran a YouTube csatornámra, lájkoljatok be Facebookon, tegyetek fel a kérdéseket a kommentben, ha tudok, válaszolok rájuk. Sziasztok!